Jerzy Menzelt a csehek legendás filmrendezőjének szokás nevezni, ami azért valójában csak részigazság. Tény, hogy cseh volt, az is tény, hogy filmrendező volt, mondjuk mellette színész is, meg az is tény, hogy legendás volt. Viszont nem csak a cseheké volt, hanem mindenkié. Vagyis mindenkié, aki komolyan foglalkozott vagy foglalkozna filmezéssel, hiszen rendezői megoldásai abszolút újszerűek, helyenként formabontóak voltak. És mindenki, akit érdekelnek és lekötnek a szórakoztató, mégis elgondolkodtató, ironikus, időnként szatirikus témákat feldolgozó filmek. Menzel 1938. február 23-án született Prágában, bő egy évvel azelőtt, hogy a náci Németország megszállta volna Csehországot. Eredetileg színházi rendezőnek készült, de nem vették fel, és jobb híján került a filmes pályára, amely pálya végig szorosan összekapcsolódott a cseh író Bohumil Hrabal regényeivel. Már első játékfilmje is egy Hrabal írásai alapján készült sketchfilm volt, a Gyöngyök a mélyben, melyben négy másik fiatal cseh rendező mellett rendezett egy filmrészletet. Egy évvel később, 1966-ban pedig elkészült első teljes saját filmje, a Szigorúan ellenőrzött vonatok, amelyért aztán rögtön meg is kapta a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. Bár Menzel más nagy cseh írók műveihez is hozzányúlt, egyértelműen Hrabal írásaival alakította ki a legbensőségesebb viszonyt. A filmjeiben sikerült pont ugyanazzal a groteszk és elnéző humorral ábrázolni az embereket, ahogy azokat az író is elképzelte. Menzelt a prágai tavasz bukása után néhány évre ugyan félretették, a 70-es évek második felében azonban újra forgathatott. Mivel vele együtt Hrabal is Indexen volt, további éveknek kellett eltelnie, mire végre leforgathatták a nálunk talán legnépszerűbb filmjét, a Sörgyári kapricsot. A 80-as években Menzel nagyjából újra szabad kezet kapott, és ekkor készült az Én kis falum is, melyért újra Oscarra jelölték, de ezúttal alul maradt a Merénylet című holland filmmel szemben. Ezt követően érte utol Menzelt a rendszerváltás, mely több pályatársához hasonlóan nála is felemás helyzetet eredményezett. Az akkor már sok külföldi színházi rendezést is vállaló alkotó kevésbé talált fogást az új világon, ebben az időben már ritkábban is dolgozott. Menzel gyakori látogató volt Magyarországon. Mivel színészként is aktív volt, játszott Gyarmati Lívia Minden Szerdán című filmjében, Böszörményi Géza Szívzűrjében, Már Gyula Felhőjátékában, Simó Sándor Franciska Vasárnapjai című alkotásában, Szabó István az Ajtó és Koltai Róbert Világszám című rendezésében. Munkásságára azonban alig, hanem inkább a saját maga rendezte filmek miatt emlékeznek majd a legtöbben, hiszen filmjei a Szigorúan ellenőrzött vonatoktól a Sörgyári kapricsón és az Ő felsége pincére voltamon át a Pacsirták cérnaszálonig több generációnak nyújtottak és nyújtanak feledhetetlen filmélményeket. Jerzy Menzel 2020. szeptember 5-én hunyt el koronavírus miatt, élete 83. évében.